Ma a politikában olyan folyamatok zajlanak, amelyek elfogadhatatlanok. Olyan folyamatok, amelyek politikai szerepvállalók fizikai megfélemlítésével, adott esetben az életükre vonatkozó, vagy az életük megszüntetésével kapcsolatos kinyilatkoztatásokra utalnak. Botka Lászlóról, vagy bárki másról van szó, ez elfogadhatatlan. Csak annyit gondoljanak végig, hogy ha azokban a mondatokban, amelyek elhangoztak, azokban a mondatokban mondjuk Orbán Viktor nevét helyezték volna be, akkor hogy néznénk ki ma? Mi is lenne a folytatás? No, de térjünk át a mai sajtótájékoztatónk meghirdetett témájára. A Tesco dolgozók követelései és sztrájkjai, ezek olyan folyamatokat indítanak el, amelyek valójában nem csak és a Tesco dolgozókról szólnak, hanem nagyon sok százezrekről, adott esetben milliókról. 25%-os bérfejlesztést a Tesco alacsonyabb jövedelmi sávban lévő dolgozóinak? Igen, persze, joggal követelik mindezt, hiszen a garantált bérminimum szintjén, vagy attól nagyon picivel eltérő összegért végzik a munkatevékenységüket. De ha belegondolunk abba, hogy milyen munkafeltételek mellett, milyen leterheltség mellett végzik mindezt, akkor mind a Tesco dolgozóinál, mind nagyon sokaknál, másoknál ebben az országban azt tapasztaljuk, hogy a leterheltség olyan szinte, amely munkabalesetek sokaságának a kialakulását hozza. Tehát nem véletlenszerű, hogy itt is, a Tesco-nál is mintegy 15%-os létszámnövekedést tartanak elengedhetetlennek. Pontosan a munkaleterheltség megszüntetése és a baleseti kockázatok kivédése érdekében. Csak a példakedvéért mondom, 2011-ről 17-re Magyarországon 30%-kal, azaz közel egy harmadával nőtt a munkabalesetek száma, miközben 2002 és 2011 között ez 40%-kal csökkent. Azt kell tehát, hogy mondjam, hogy van mit tenni, főleg akkor, amikor ebben az országban, ha megnézzük az adóbevallások után befizetett adóösszegeket és az alapját képező jövedelmeket, akkor azzal találjuk magunkat szembe, hogy a dolgozó emberek fele az egyfőre eső lépmény összegét sem keresi meg. De azt gondolom, úgy látom, hogy a Tesco is belátja, hogy változásra van szükség. Nem lehet ugyanazzal a bértömeggel megoldani kettős problémát, nem lehet egy picit a béreket emelni és közben a munkafeltételek romlását előidézni, nagyobb leterheltséget okozni, mert ez nem vezet eredményhez. Remélem, hogy ennek a folyamatnak a végkifejlete az lesz, hogy meg fog növekedni az a bértömeg, amit a korábbi esztendőben nem nagyon mozdítottak meg, nem nagyon növeltek. És ennek az lesz az eredmény, hogy az emberek egyrészt többet fognak keresni, másrészt pedig a munkafeltételek, a munkaleterheltség is normalizálódik. Azt kell, hogy mondjam, hogy ehhez jó eszköz, hogyha vannak jó érdekképviseleti szervezetek, szakszervezetek, itt megmozdultak a szakszervezetek. Megint csak jó eszköz az, hogyha maga a munkavállaló is bír jogosítványokkal. Na tudjuk, hogy 2012-ben a Fidesz kormány ezeket a jogosítványokat vette el, vagy mértékadó módon csökkentette a munkavállalók irányába. Nekik nem a munkavállalók fontosak, nekik önmaguk fontos, a hatalmuk fenntartása fontos, a haverok, az oligarchák, a pereputja fontos. Ezen változtatni kell. A Magyar Szocialista Párt a dolgozó pártján áll és fog állni. A Magyar Szocialista Párt olyan helyzetet kíván megteremteni 2018-as választásokat követően, ami arról szól, hogy a megélhetés minimumát, a tisztes megélhetés minimumát mindenki meg tudja keresni ebben az országban, és a kockázati tényezőket, azokat pedig minimalizálni lehessen. Munkabalesetek, leterheltség, sok minden más tekintetében. Mint mondtam, láthatóan a Fideszt ez nem érdekli. Őket önmaguk érdeklik, meg a haverok, meg a pereputy. Ezen változtatni kell. Az alapvető változások tekintetében a munkavállalók érdekeit fogjuk szolgálni,
azért, hogy meg tudjanak élni, és mint mondtam, azért, hogy ne kelljen a veszélyes zónában végezni a munkatevékenységüket. De erősíteni fogjuk a szakszervezeti jogosítványokat is, mert azt gondoljuk, hogy az mindenkinek az érdeke. Nem csak a munkavállalók érdeke, hanem egy erős szakszervezet azt hozza magával, hogy olyan viszonyok alakulnak ki, ami a munkaadó számára is kedvező. És vissza fogjuk állítani azt a érdekegyeztetési mechanizmus rendszert, mondjuk országos érdekegyeztetési tanács keretei között működött a korábbiakban, amelyeket gittegyletekkel váltottak fel olyanokkal, amelyek a munka világában konkrétan és a munkavállalók érdekében szerepet nem vállaltak. Nemzeti Gazdasági Társadalmi Tanácsról beszél példaként. És olyan jogsegélyszolgálatokat fogunk működtetni, amely jogsegélyszolgálatok nem csak hogy elérhetőek lesznek, hanem direkt módon fogják szolgálni a munkavállalók érdekeinek az érvényesülését. Összegezve azt mondhatom, hogy szövetkezni fogunk sokakkal, mindazokkal, akiknek fontos a munkavállalói érdekek érvényesülése, akiknek fontos, hogy az emberek tisztes megélhetés alapját biztosító forrásokból éljék a mindennapjaikat, és akiknek fontos mindaz, mint mondtam, hogy minél kevesebb kockázattal kelljen szembenézniük a munkavégzés tekintetében. Szövetkezni fogunk a szakszervezetekkel, szövetkezni fogunk a munkaadói érdekképviseleti szervezetekkel is, mert ez a szövetkezés hozhatja el azt, hogy a munkavilágában munkabéke legyen, és ez a legfontosabb, amit meg lehet teremteni a tisztes megélhetési pénzek mellett. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!